Ugye? Csodálatos. Kismamák játszóháza, ahogy szoktak fogalmazni. Mindenki. A kismamák nem biztos, hogy így érzi. De gyönyörű. A szülészetnek egy olyan fellegvára tulajdonképpen, ahol szerintem mindenki jól érzi magát. Az utolsó csempét a Benyedi Andrea választottak is. Minden ez a családbarát pályázatból van a Nyíregyházi Kórháznak. És nagyon jó ízléssel rendezte be Andrea. Ugye ez az ő keze. Hát nem a keze munkája, de az agya munkája. Szeretnél gyönyörű, de még komolyan azon a szülőágyon öröm lehet szülni. Addig, amíg el nem így lesznek. Nem így lesznek, csak most ide be vannak téve. De hát ez mekkorák ezek? Hát igazából ez dupla. Szerintem a most a nyugati kultúrában minden igénykielégítő szülőszoba. Tehát itt tényleg mindenki a saját magának a ízlését sikerül benne föllelnie. Legyen az hospitalizált szüléspárti, legyen az alternatív szüléspárti, tényleg ez minden igény kielégít teljes mértékben. Hát csodálatos. És akkor be is jelentkezünk, jó? Szóval, hogy sziasztok! Megérkeztünk a Nyíregyházi Kórház új szülészeti részlegére. Ez valami csoda. Tényleg Magyarországon én még ilyet nem láttam. Nem jártam nyilván mindenhol, de hát ez valami csodálatos. Ugye már sokszor szültünk itt Dr. Zolival, Encivel, és most Bohém mamékkal fogunk majd. És akkor kérdezem is, Bohém mami. Sírok. És mi hozzá kell tenni, hogy... Mert hogy? Hát nagyon szép. Meg itt fogunk szülni. Ott néz a bakádba. És hogy elosztassunk néhány dolgot, sokan azt gondolják, hogy ó, persze, ez csak a PR, ez csak a porhinti, és úgysem lesz lehetőség itt szülnünk. Ezen kívül még itt Nyíregyházán még három ugyanilyen szülőszoba épül, nyilván másabb színvilággal, másabb összeállítással, de ugyanilyen funkciójú és ugyanekkora szülőszobák épülnek, tehát négy szülőszobával fogunk üzemelni néhány héten belül, tehát mindenki számára elérhetővé válik, hogy itt is ilyen körülmények között ugye világra hozni a gyermekét. Ugye ennek az egésznek az volt a célja, hogy otthonszerű legyen a dolog. Otthoni a szülés. Éppen azon gondolkodom, hogy kinek van ekkora fürdőszobája otthon. Tehát, hogy senkinek, úgyhogy tágasabb, mint otthon. A legjobb példa, de otthonos, mert otthonos? Tényleg nagyon baráti a fényképek. Tick-tock, the clock is ticking, I don't know what I should do. Volt egy sógornő pár, akik gyakorlatilag forma-forma hetesek voltak a várandóságokat tekintve. Hát ilyen forma-forma. Gyakorlatilag mind a kettő 30, 33 hetesen. Értem. Tehát eldöntött az egyik anyuka 33 hetesen, hogy ő otthon szeretné világra segíteni a gyermekét. Bába praxissal el is rendeztek mindent, viszont annyi volt a bökkenő, hogy nem nyíregyháziak voltak, és kiesett azon a távolságon, aminél engedélyezik az otthon szülést, és egy barátjuknak a nyaralójában volt berendezve a szülőszoba, megszültett tényleg eseménytelenül, boldogak voltak, rá egy hétre szült a sógornője itt, ilyen körülmények között, posztolta a fotókat, és azt mondta, úristen, sokkal jobban jártál, mint én, aki azt választott, hogy otthon szüljek egymásnak a házában. Tehát tényleg ezt félretéve azt akarjuk imitálni, hogy mintha otthon, de biztonságos környezetben. Hát én azt gondolom, hogy ez nagyon szép, gyönyörű, úgyhogy hát nem mondom, hogy premier lesz, mármint olyan értelemben, hogy nyilván itt már szültek, viszont számodra tuti premier. És te leszel a főszereplő. Igen, nem premier, mert már szültek itt. Éppen tegnap volt egy nagyon csodálatos szülésünk a doktor úrra, és ő azt mondta, az elsőt egy fővároshoz közeli kórházban szülte, és azt mondta, hogy úristen, hát én nem is gondolt, hogy van Magyarországon. Ez gyakorlatilag Amerikában is megállná a helyét, annyira szuper. És nagy olyan szülésed lesz, mint neki. Amerikában a nagyon drága kórházakban megállná. Amerikában a full. Egyébként ettől engem kirázza a hideg. Tudom, hogy olyan a magyar egészségügy, amilyen, de nyilván fejlődik, stb. De amikor azt mondják, hogy mert hogy Amerikában. Amerikában hol? Melyik kórházban? Jártam én sürgősségén Amerikában, tehát hogy ezek az összehasonlítások mindig olyan furák, de nyilván azt akartuk mondani, hogy egy luxus körülmények között működő amerikai kórházban is megállná a helyét. És ami a legfontosabb, hogy ez nem csak a csempéről szól, ez nem csak a új padlóról, az új szülőágyakról, hanem egy új szemléletről. Tehát itt teljesen gyakorlatilag beavatkozásmentesen
a természet rendje szerint zajlathatnak le szülések, és mégis biztonságosan, mert ugye sétáló CTG van, tehát amihez nincsen vezeték, a vízálló, tehát a vízben is tudjuk hallgatni a kisbaba szívműködését, és gyakorlatilag, hogyha még elmegy 50 méterre, akkor is halljuk, és ez azért óriási. Igen, ugye ez óriási dolog ahhoz képest, amikor a Klaudiával szültünk, mert akkor még nem volt, akkor még ki kellett jönni a CTG-hez. Gyermekcipőben jártunk még a vízben szülés tekintve. Igen, de hát az is milyen gyönyörű volt, úristen. Na, és akkor ez most totálisan végig hallgathatjuk a szívműködését. Kiszáll, rögtön átmegy zuhanyozni, hogyha neki jól esik. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. Tehát mindenki számára ingyenesen elérhető. Tehát erre nincs felára. Abszolút, tehát ez TB finanszírozott, egy családbarát, szülészeti pályázat keretein belül sikerült ezt az egészet megvalósítani. Minden kórtermünk már két ágyas lett itt a Nyíregyházi Kórházban, külön zuhanyzóval, külön mosdóhelyiséggel, tehát abszolút mindenkinek a kényelmét ingyen kielégíti. Akik most úgy látják ezt az egészet, hogy akkor szültek, amikor átépítés volt, és nyilván a dolgozóknak is és a szülőnöknek is kellemetlenségei voltak, akkor ha most ezt meglátják, akkor azt mondják, hogy hát megérte. Lehet, hogy jöhet még egy baba. Milyen volt az első? Beszéljünk most arról. Hát jó. Jó, gyors, kellemes. Nem, én azt hittem, azt hittem először otthon, miközben rettegtem, hosszú hónapokon keresztül, hogy nincs benne szünet a fájdalomba, és hogy van szünet, és én ezt nem tudtam, hogy amúgy van, de nagyon jó élmény volt egyébként. Még neked egy viszonylag medikalizált szülésed volt, hiszen volt oxitocinos fájás erősítésed, kömetsző helyzetben szültél, de ez is lehet pozitívum, hiszen a hozzáállás kérdése nem feltétlen. Az, hogy hogyan, és ez teljesen jól mintázza a Viki, hogy... De én napnál is szóval ez nagyon jó persze volt. Persze nem kötöttünk ágyhoz. A Viki példája az, hogy nem az határozza meg a jó szülésélményt, hogy most valaki csak fürdőkádban egy jó szülésélményt átélni firbólabdán. Tényleg a klasszikus kőmetsző helyzetben lévő szülés is lehet valakinek. Gyakorlatilag az ágyra fölfekvő. Fekvő helyzet, egy picit megevelve a fej része, és akkor fölhúzva, vagy még rosszabb, kengyelbe téve, épp mondjuk még az le is rögzítve. Általában ez... Hát ahogy tulajdonképpen 15 éve igen. Általános volt ez a fajta. De egyébként most, hogy ezt így, a mindennapok része Nyíregyházának az, hogy mindenkinek felajánljuk, hogy hogyan szeretne szülni, és nagyon sokan, főleg másodszor szülők, hogy úgy, ahogy az elsőt is. Tehát köszönöm. Ő neki az jó volt, neki az biztonságos. Sőt, van olyan, aki azt kéri, hogy rögzítsük már le, mert ő fél, hogy leesik, vagy fél, hogy én kértem, akármi. Hogy rögzítsen. A kártban tudtok rögzíteni? Jaj, de hogy is. Tehát ez egy teljesen másféle szülés lesz itt. Érdekes egyébként, hogy a közösségi médiában elterjedtek olyan csoportok, ahol képesek megítélni egyes anyukákat, kolléganőket, hogy miért így szült. Ez nem a mi csoportunk. Nem a mi csoportunk. Nem. Tehát ítélkezni egy kikerült fotó kapcsán, hogy miért volt a lába éppen lerögzítve, igen, miért abban a pozícióban volt, mert neki az tűnt a legjobbnak. És az ő döntés alapján az volt a legjobb. Igen. Ő sem ítéli meg a másik csoporttagot, hogy ő meg miért azt vallja. Tehát mindenkinek az a célunk, hogy érjük azt el az egész országban, hogy a saját szülése legyen a legjobb. Szerintem sokkal fontosabb, úgymond a körülmények, tehát persze nagyon fontosak, de az, hogy a csapat lelkileg mennyire van együtt. Meg hogy mennyire kompetensnek kezeljük az anyát. Én azt gondolom, hogy ez a nyitja ennek, hogy tudja eldönteni, hogy az ő szülésének bizony ő a főszereplője és a kisbabája. Milyen izgatottak vagyunk, ez olyan, igen, amikor úgy nem tudom. De mit szeretnétek egyébként? Én azt, hogy békés legyen, nyugodt, tisztelettel, mindenki szépen, együtt, kacagva, és minden csak úgy menjen, ahogy mennie kell. A fürdőkön, ez nagyon jó. Gyakorlatilag, amit látjátok, olyan széles, hogy hosszába, széltébe, pont fordítva, de el tudsz férni. Többféle pozitúra létezik, ugye amikről már beszélgettünk, vagy láthatod, interneten utána tudsz nézni. Nekem a személyes kedvencem az, amikor gyakorlatilag oda teszed a
álladat, itt megtámaszkodsz, apának neki tudod a fejedet dönteni, annyira romantikus, és akkor ringatod kifelé a fenekedet, kinyomod, és ringatod benne a meleg vízbe a pocakodat. Tehát ez annyira jól el tudja lazítani a kismamákat, hogy gyakorlatilag a fájdalom... Tehát ameddig a fundust el nem lepi. Tehát hogyha ő beleül a kádba, hátradől, akkor a pocak ugye kiáll, tehát azt el kell, hogy lepje. Körülbelül eddig lesz. Jó mély egyébként. Én egészen viccesen... Nagyon hegyes, bár ez el fog ereszkedni, ugye? Ez a pocak, ha elindul. Vagy nem? Hát olyan sokat nem valószínű, de... Nem? Én egészen vizes vagyok a vízben szülés kísérésnél, tehát ugyanolyan vizes vagyok kint, mint bent mindenki, mert ugye én alacsony vagyok, és akkor tehát nekem... Tehát könnyékig a vízben vagyunk. Ugye a legtöbb szülésnő így térdelve szépen tudja kísérni, hát most nekem bele kell hajolnom. Nekem már három telefonom bánta a vízben szülés, mindig belejtem. Komolyan? Enikőjék kölcsön telefonját is első nap sikerült belejtenem, úgyhogy... Egymás után. Kár megbeszélni, hogy milyen pozícióban, mert ezt te fogod érezni. Sőt, Viki, lehet azt fogod érezni, na jó, itt ebből elég melegen van, kiszállok. Tehát ez is benne van, és lehet, hogy neki támaszkodsz a falnak, és állva fogsz szülni. Tehát erről azért nem illedomos beszélni. Ha már víznét adunk, sodródunk az árral. Tehát tulajdonképpen, ahogy... Most találtam. Nagyon jó volt! Ezt halálkozott most találtam ki. Tehát igazából nem tudjuk azt megtervezni, hogy melyik pozícióban, mikor. Függ attól, hogyan indul be a szülés. Függ az, hogy elfolyik-e a magzatvíz, fájásokkal indul be. Tudni kell azt a vízben szülésről, vajudásról. Sosem szabad fájások nélkül viszonylag zárt műszerűen belemenni a vízbe. Ez rendszeres fájás. Tehát rendszeres fájás, akkor van értelme, akkor van fájdalomcsillapító hatása, akkor van igazából fájások jönnek, halad a vajudás, akkor tud segíteni a víz. Mert sokan úgy vannak vele, hogy ki szeretném próbálni a vízben vajudást, bejöttem, elfolyt a vízem, nincs fájásom, jöjjünk már bele a vízbe. Semmi értelme, mint otthon a fürdőkádban. Sőt, lassítja, nem? Sokszor. Arra is volt példa, hogy órák óta eltűnt már a mészáj. Vártunk, jó volt a szívműködés, csak nem akart jönni a kisbaba, kijöttünk a partra, az ágyra, két nyomás után már kint volt a bébi. Tehát olyan is van, hogy lelassítja a fájásokat. Valakinek tényleg bejön rendszeres fájásokra, és leállnak a fájások. Megtervezni mindent úgy, hogy tehát csak azért mondom, hogy sokan... Most mi ez a reakció? Nem. A megijedés? Paramaritani rúg a gyerek? Nem. Csak ugye most, mintha úgy beszélgetnénk, hogy mintha minden megtervezünk, pipa, igen. Azonban a szülés haladása, meg a magzatnak az állapota sokszor fölülírja a dolgokat. És ebből vannak csalódások is. Mert sokan ugye élmények. Úgy jönnek már 18. héten, hogy ő tutira vízben fog szülni. És mindig elmondjuk azt, hogy várjunk azért egy 36-37 hétig, hogy hogyan fekszik a bébi. Amit kérdeztél az előbb, hogy a GBS szűrésnek az eredménye mi van, ha pozitív? Nyilván ajánlásokat tudunk csak mondani. Mi ez a GBS szűrés? Ez a Streptococcus avalaxi nevezetű kórokozó, amit 36. héten szűrünk. Jelen protokollban, jelen ajánlásban az van, hogyha akinek pozitív, nem javasolt a vízben vajudás. Igazából még nincs vele olyan sok tapasztalatunk, hogy esetleg milyen hatása lenne később a magzatra. Más intézményekben, ahol több vízben vajudás, vízben szülés volt, azt szokták mondani, hogy nincs igazából jelentősége, de mi még óvatos duhajok vagyunk, tehát hogyha pozitív, akkor nem szeretjük azt, hogy vízben vajudást legyen, elhúzódhat, kórokozónak a fertőz, felszálló fertőzésnek az esélye az megdő. Tehát mindig azt szoktuk mondani, hogy várjuk azért 37 hétig, hogy tudjuk megtervezni a dolgokat, ne érje csalódások is. Nem, semmiképp, és főleg nem olyan, tehát hogyha bármit ezzel veszélyeztetnénk, vagy bármit... Szó nem lehet róla, hogy akkor elhúznak a dolgot. Tehát mindig az anyukának és a babának az egészsége a legfontosabb. Szép dolog a vízben vajudás, óriási élmény, mikor rögzítjük, hogy odaúszik az anyukához a bébi a vízben, de a biztonság mindennél többet ér és mindent felülír. Nem ragaszkodom én semmihez, és nem döntök el előre semmit, csak menjen egészségesen végig, szépen, nyugodtan. Kövessétek az anyukáinkat és a sztármamikat, na ezzel az ujjatokkal? Nyomjátok meg a feliratkozás gombot. Köszönjük, hogy velünk vagytok! Itt.